Elmentem egy szülői munkaközösségi gyűlésre, pont elnökváltás volt, és mondták a többiek, hogy akkor legyek én. Először nem akartam elvállalni, nyilván nem is tudtam, hogy ez mivel jár. Az édesanyám ott dolgozott akkor abban az időben az iskolába, és mondtam a csajoknak, mert azt mondták, hogy én olyan vagyok, hogy ha engem kidobnak az ajtón, én visszamegyek az ablakon. És ez mennyire jó, és én mondtam a csajoknak, hogy rendben van, mindaddig elvállalom, amíg akik itt ültök a hátam mögött, itt is maradtok, és egy hajóba evezünk. Akkor megválasztottak, és most már ez a 6. éve, és nagyon sikeresek vagyunk. Itt ennyien azért nagy visszhangja van a Battyányi Iskola szülői munkaközösségének. Nekem az volt a tervem, én azon gondolkodtam, láttam, hogy az anyukám mennyit dolgozik, állatai voltak otthon, nagy kertje volt, és én azon gondolkodtam, hogy olyan nem lesz, hogy én egész életemben alkalmazottként fogok dolgozni, mert én ezt nem bírnám. Tehát mindig abban gondolkodtam, hogy én saját magamnak fogok dolgozni, a saját időbeosztásomban, szabad leszek, én mindig ezen gondolkodtam, és a sikerült is. Van Enyingen egy borrend, egy enyingi borkedvelők rendje társaság, és ők egy pályázatot meghirdettek, ahol borkirálynőket kerestek, és én beadtam erre a pályázatomat, és ott a borrendi tagok választottak tulajdonképpen engem meg borkirálynőnek. Láttam, hogy ez a társaság is azért összetartó társaság, a többi borrend is azért nagyon jó szívűek, mindenhol megismernek, és én ezért úgy gondoltam, hogy én ezt beadom, és szeretem is csinálni. Több rendezvényre járunk, most már van egy új borkirálynője is a társaságnak, mert 3 évre választják a borkirálynőket, de akinek lejár a mandátuma, ő marad egy tiszteletbeli tag. Most már van egy új borkirálynőnk ettől az évtől kezdve, de én ugyanúgy járok rendezvényekre. Szeretem az embereket. Szeretek kapcsolatokat építeni, nyitott vagyok, szeretek rajtuk segíteni. Én alapból egy pozitív gondolkodású ember vagyok, és mindenből kihozom a pozitív dolgokat, és én szeretek segíteni embereknek. És én itt is a tagokat tényleg dicsérem, nagyon jók, és ez mindenkit motivál, azt gondolom, egy dicséret. A videó az Európai Unió és Magyarország kormánya támogatásával készült.